Sok szeretettel köszöntöm Mogyorósi Márk diákonus atyát, akit a püspök atya augusztus 1-jével plébániánkra helyezett lelkipásztori gyakorlatra. Kedves Márk atya, Isten hozott közénk, nagy szeretettel vártunk, és az a kérésünk, hogy fáradj oda az ambóhoz, és pár szóval mutatkozz be a Szent Imrés híveknek. Kedves testvérek, Mogyorósi Márknak hívnak. 1987-ben születtem Sopronban. Sopron melletti Kópházán nevelkedtem három bátyámmal együtt. 2006-ban itt Győrben a Bencés gimnáziumban érettségiztem, ahol 6 szép évet töltöttem el. Mindig örömmel emlékezem vissza, hogy közösségben élhettünk az atyákkal, nem csak a gimnáziumi életben, hanem a hitéletben, az imádság közösségében is, ami nagyon sokat segített nekem papi hivatásom kialakulásában, illetve fejlődésében. 2006-ban aztán jelentkeztem és nyertem felvételt a győri szemináriumba, ahol 2 évet töltöttem, majd 2008-ban, mivel horvát az anyanyelvem, püspök atyánk a horvátországi Giacovoi Egyház megyébe küldött, hogy ott a szemináriumban, illetve az egyetemen folytassam tanulmányaimat. Először csak 1 évig, aztán ott ragadtam. 3 héttel ezelőtt fejeztem be az egyetemi tanulmányokat ott. Csodálatos 3 évet év van a hátam mögött, ahol megismerhettem egy másik ország egyházmegyének az életét, örömeit, bánatait, problémáit, nehézségeit, és hát az ott élő atyák, és hát maga a szemináriumi közösség is sajátjaként szeretett és fogadott el. Másfél hónappal ezelőtt szentelt püspök atyait Győrben, a Székesegyházban diakónussá, akkor jelmondatomul az Úr Jézus főpapi imájának záró mondatából választottam egy részt, hogy a szeretet, amellyel szeretsz, engem szeretsz, bennük legyen. Hiszem azt, hogy mindannyiunknak az ő szeretetét kell továbbítanunk embertársaink felé, hogy szép jövőt, az Istennel együtt járt jövőt építsük. Én ezzel a szeretettel jöttem önök közé, hisz nagyon-nagyon sok szépet és jót hallottam erről a plébániai közösségről, és az elmúlt évben ezt meg is tapasztalhattam. Adja az Isten, hogy most már mondhatom, hogy mi Szent Imrések együtt építhessük Isten országát, és együtt adjunk választ az Isten akaratára az elkövetkező évben. Én pedig, mivel azért félelmek is vannak bennem, kérem a hívek imádságait, hogy az elvárásoknak és a feladatoknak megfelelhessek a következő évben, és hogy senkinek ne okozzak csalódást.